Jézus ezeket mondta tanítványaira, világvégéről. Jelek lesznek a napban, a holdban és a sivatagban, a földön pedig kétségbe esett beteg és támad, a népek között a tenger szúgása és a hullámok háborodása miatt. Az emberek megtermelnek a lépületből, miközben várják, hogy mi történik a világban. A mindenséget összetartó nekünk megrendülnek. Akkor majd meglátják az ember fiát, hogy eljön a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek rá, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásod. Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek lobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, csak nem mindazokra, akik a földön vannak. Vigyázzatok át és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd megkövetkezik, és megállhassatok az emberek mi a színe előtt. Ezek az evangélium igéi. Amen. Krisztusban szeretett testvéreim! Advent első vasárnapján mindannyian úgy érezzük, hogy valahogy egy kicsit belép már a karácsony a készülő keresztény verszülébe. És miközben belép a karácsony az életünkbe, hiszen ez diktálja a világ sokféle furcsa fényével, sokféle előrehozott, elővételezett készületével. Aközben az ember sajnos hajlamos arra, hogy megfeledkezzék, hogy voltak éppen mire is való ez az adventi időszak. És így ellentmondásossá válik sokak számára az advent, várakozzon-e, avagy már ünnepeljen, készüljön-e, avagy már talán készen is van, és egyáltalán az ünnep miben is fog különbözni azoktól a napoktól, amelyek megelőzik hosszan készülve, készítve elő az érkező Krisztus útját. Úgy tűnik, hogy az evangélium is valamifajta ellentmondásosságot hordoz magában. Jézus beszél a mai evangéliumban egyrészt a világvégéről, amely az embert félelemmel és rettegéssel tölti el. De ugyanakkor megszólal a mai evangéliumban egy másik hang is, úgy érezzük, és ez pedig valami földi eseményről szól, amit talán leginkább a 70-ben bekövetkezett jeruzsálemi templom pusztulás eseményéhez lehetne kötni. Egy történet arról beszél, hogy valahol a sivatag közepén volt egy hatalmas fa, és ennek a hatalmas fának két ága nőtt. A környéken lakó emberek szinte oázisként tisztelték ezt a fát, hiszen nap mint nap elzarándokoltak sokan a fához, hogy árnyékot, enyhet keressen lombjai alatt. De volt egy nehézség ennek a fának, hogy a fa ágai ugyan terentek gyümölcsöt, de a gyümölcsökről csak azt tudták az ott lakók, hogy az egyik ágán a gyümölcs életet hordoz, a másik ágán lévő gyümölcsök pedig halált. Senki sem tudta hát eldönteni, melyik az élet gyümölcse, és vajon melyik a halálé. Sokan nagy tisztelettel adóztak a fának, voltak, akik hódoltak előtte, de a gyümölcséhez senki nem mert nyúlni. Még nem aztán az éhínség akkora lett, hogy egy hajlandó öreg ember szinte utolsó reménnyel
és egy kicsit az utókorra is gondolva megtette azt, amit ember addig nem lehet megtenni. Szakított a fa gyümölcséből, és jó ízűen elfogyasztotta azt. S lát, csoda történt, a hajlottú ember előre kapott, lábaira előtért vissza, és pár nap múlva újból egészen egészségesé lett. Híre messze földön elterjedt, és mindenünnen zarándokoltak a fákhoz, és tudta mindenki, hogy melyik ágáról kell szakítani ahhoz, hogy az ember az életét visszanyerjen és megtalálja. Majd éppen már mindenki tudta, melyik ágon terem az élet. Gyűlésig tartottak a környékbeli lakók, és közös döntéssel elhatározták, levágják azt az árat, mely a halálkozó gyümölcsöt hozza. És a döbbenetes tapasztalat másnak, a fa teljesen elszállt, nem termett többé sem érthető sem halálkozó gyümölcsöt, környék lakója újból ráköszöntött az éhínség és a szomorúság. Olyan évben kétféle módon tárja elénk Jézus a világ végével kapcsolatos dolgokat. Az egyik a biztonságot, az életet sugallja számunkra, az emberfia eljött nagy hatalommal, tessék emelt fővel az emberfiára tekinteni, aki emelt fővel szemében is az érkező Krisztusnak, annak élete lesz, nem akármilyen örök élete lesz. De ott van a másik oldal is, ami árnyékot vet az emberre, és az ember úgy érzi, azért mégiscsak helyén való a szorongás a végső időket illetően. Jelen lesznek a napban, a holdban és a csillagokban. Az emberek megdermednek a félelemtől. Félelem lesz itt is, ott is, ahol is. És az ember felsorolja ezeket a világvégén is hírdeket, akkor bizony megborzom, és azt mondja, talán jobb lenne még várni ezzel a világ végével. Jézus a két világ vége közötti két feszültségét egy nagyon egyszerű feladatra és parancsolódja fel. Imádkozzatok. Virrasztatok és imádkozzatok. Mert csak a virrasztó és az imádkozó ember fogja megtalálni a közelgő Krisztus szemébe nézve az életet. Aki nem akar éber lenni, éber lélekkel Istenhez fohászkodni, éber lélekkel Istennel utazni, az nem fog rátalálni az élet forrására, nem fog rátalálni az élet. Igen, testvérek, az Advent az egy ilyen ellentmondásos út. Ott ragyog előttünk rögtön a karácsony ünnepe, és ugyanakkor, amikor belépünk a hétköznapok megpróbáltatásaink a nehézségeire, hajnali keréseink révén, az Adventben elénk táruló megadni feladatok révén, a számtalan elintézni való és az élet egyéb gondjainak nehézségére, akkor az ember bizony hajlamos megszégyülni, talán meg is ijedni. Jézus egyetlen egyszerű parancsal oldja föl a keresztény ember szorongását. Virrasztatok és imádkozzatok. Beszélgessetek az Istennel. A hozzátok közeledő Istennel, akifelé ti is elindultatok az úton. És ennek a beszélgetésnek, ennek az Istennel való kommunikációnak az eredménye
Stanley.